Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Kártai Gábor Kórház szülészetén, hiszen egy internetes portál által meghirdetett az év szülészete 2003 szavazás gyermekágyi és újszülött ellátás kategóriát a kórház osztálya nyert el, immár harmadik alkalommal. Dr. Farkas Béla főorvossal beszélgetünk erről. Gratulálunk először is ehhez az elismeréshez. Köszönöm szépen. Hát minden elismerés, ez is jól esik az osztályunk dolgozóinak, és köszönet a szavazóknak, köszönet azoknak, akik osztályunkon ellátásban részesültek, és úgy érezték, hogy a szavazáson részt vesznek, és kinyilvánítják azt, hogy hogyan érezték itt magukat, milyen ellátásban részesültek, és ez egy olyan pozitív eredményt hozott, hogy országos szinten immár harmadik alkalommal nyertük el ezt a díjat, amire büszkék vagyunk. Köszönöm minden munkatársamnak, hogy egy egész éves munkájuk alapján úgy dolgoztak, úgy viselkedtek, hogy ezt a díjat elnyerhettük. És azt hiszem, hogy azért, aki nyomon követte az interneten a szavazásokat, lehetett látni, hogy ez egy nagyon szoros volt eleinte, és utána azért szépen elhúzott a karcegi kórház. Igen, szoros volt. Már az az igazság, hogy egy kisebb kórház, kisebb városok, kisebb kórházainál az a tapasztalat, hogy sokkal jobban összetartanak a itt ellátott paciensek, és nyomon követik a intézmény életét, mint egy nagyobb város kórháza. Ebben az évben fordult először elő, hogy budapesti kórház is nyert ebből a díjból, a Budapesti János Kórház. Emellett a Debreceni Egyetem Kazincbarcikai kihelyezett kórháza nyerte még ezt a díjat, úgyhogy büszkék vagyunk rá. Néhány adatot esetleg tudunk-e mondani, hogy körülbelül hány szülés van itt éves szinten, tehát mondta, hogy egy kisebb kórházban azért jobban összetartanak. Itt viszont azért a kórház ellátási területe is sokkal nagyobb, mint egy kisebb kórháznak. Tehát van esetleg valamilyen adatunk erről? Természetesen. Közismert, hogy ellátási területünk igen nagy. Akár négyzetkilométerre nézve is, akár a lakosság számát illetve is. Hogyha csak belegondolunk, hogy egy jó pár évvel ezelőtt még a területünkön, az osztályunkon kívül 4 szülőotthon működött. Tiszafüred, Kunhegyes, Kisújszállás és Püspökladány. Ez a 4 szülőotthon ma már nem működik, az összes szülés itt zajlik a Karcagi Kártai Gábor Kórház szülészeti osztályán. Évente mintegy 700-750 szülés zajlik itt nálunk. Ilyenkor még egy fontos mutató szokott lenni a császármetszések aránya. Az utóbbi évtizedekben jelentősen emelkedett, míg régen egy 10-15% körüli császármetszés frekvencia volt az elfogadott, bizony manapság a 25-30% közötti császármetszés frekvenciával tudunk dolgozni, ami viszonylag megnyugtató, hogy az elmúlt évek során ez a császármetszések aránya már nem növekedett tovább. Itt az előbb is, hogy beszélgettünk, pont egy kismama erről érdeklődött, hogy pont erről kérdeztünk is, hogy ezt mi alapján döntik, hogy döntik. Tehát azt hiszem, hogy ez a kismamákat is nagyon foglalkoztatja. Viszont az is, aki már nem először szül, hogy akkor, ha az első császár volt, második császár, tehát azt hiszem, hogy a szakma is nagyon megjelenik ebben a díjban is, és ezt is elismerik, hogy úgy állnak a kismamákhoz önök is, meg a itt dolgozók, szülésznők, minden itt dolgozó ápoló, hogy tényleg szeretettel veszik körül, hiszen mi is látjuk, hogy itt vannak körülöttük, és mindenben segítenek a kismamáknak. Igen, egy alapvető kérdés az, hogy hogyan szülök császármetszéssel vagy spontán hüvei úton. Mint ahogy említettem, nem növekedett a császármetszés frekvenciánk az elmúlt évek során, illetve kedvező az a jelenség, hogy egyre többen átbeszélik a gondozó orvosaikkal, hogy ők spontán, hüvei úton, természetes módon szeretnének szülni, és hogy ez hogyan lehetséges, mint lehetséges. Úgy lebomlóban van az a misztikus dolog, hogy nem beszélünk a női problémákról, nem beszélünk a szülészeti eseményekről. Nyíltan, őszintén
elmondjuk a anatómiai képleteket, illetve a fiziológiás folyamatát a szülésnek. És ami még kedvező tendencia, hogy nem csak a kismamákat érdekli ez a dolog, hanem bizony nagyon-nagyon sokszor jön az apuka. És nyomon követi, figyelemmel kíséri a terhes feleségének a sorsát, mikéntjét, illetve hát a jövendőbeli újszülöttjének a sorsa is érdekli. A babászobát azért már én úgy emlékszem, hogy az első között azért jó 10 éve, vagy még lehet, hogy ön jobban tudja, több is, mint 10, hogy bevezették már itt a kórházban, és a papás szülések is megjelentek, de akkor gondolom, hogy ez is egyre jellemzőbb itt a kórházban. Igen, a papás szülések aránya is egy 25-30% felé kezd elmozdulni. Nagyon régóta működik nálunk a papás szülés, az úgynevezett együtt szülés, ami nem csak a apuka vehet részt, hanem az lehet éppenséggel anyuka, anyós, vagy éppen barátnő, testvér is, de ez a tapasztalatunk, hogy leggyakrabban az a apuka vesz részt a közös együtt szülésen, és nem lehet megszokni azt az örömöt, amikor a megszületés után a anyuka hasára tesszük az újszülöttet, és akkor az apuka is odahajol, és félve úgy kell biztatni, hogy nyugodtan simogassa meg az őszületjét, és érintse meg, és kicsordulnak azok a könnyek. Én azért már nagyon sok szülésen van túl, tehát azt hiszem, hogy rutinosan, de itt a csapat is nagyon rutinosan dolgozik, és tényleg, ahogy itt látjuk őket, régóta együtt van ez a csapat. Hányan dolgoznak az osztályon? Igen, valóban, ez kimondottan csapatmunka. Itt mindenkinek a egyéni képességét kell hozzátenni, akár szakmailag, akár emberileg, és magatartásilag, és csak akkor fog igazán jól összejönni egy ellátás, hogyha ez a csapat jól működik. Régi szakemberek vannak. Ez egyrészt jó dolog, mert összeszokott társaságon, és jól képzettek. Másrészt szomorú, hogy az újabb fiatalok nem vesznek részt az osztály munkájában. Jelen pillanatban is szeretnénk főiskolát végzett szülésznőt alkalmazni. Most nincs jelentkező. Valahogy úgy alakult, hogy amikor lett volna jelentkező, akkor helyünk nem volt, most meg amikor igény lenne rá, most meg nem találunk rá jelentkezőt. Egyébként 20-an dolgozunk az osztályon, munkatársaimmal, akik középkáderek, illetve 8 orvos vesz részt a munkában. Az viszont már sokkal színesebb és változatosabb, ugyanis csak 3-an vagyunk teljes közalkalmazotti jogviszonyban, a többiek részmunkaidőben, illetve vállalkozási formában vesznek részt a osztály működésében. Akkor én azt kívánom, hogy jövőre a 4. alkalommal is legyen ugyanilyen sikeres a kórház, és hát sok-sok szép élményt kívánok önnek, hiszen itt az előbb kiderült, hogy ön is együtt örül a kismamával és a kispapával is, amikor egy-egy újszülött megérkezik. Én jó munkát kívánok önnek is, és az osztálynak is. Köszönjük szépen, azon leszünk, hogy megfeleljünk az elvárásoknak. Amint az előbb nézőink már hallották, dr. Farkas Bélát egy nagyon szép elismerést kapott a kórház szülészete. Először is Nagyné László Erzsébet megbízott főigazgató asszonynak is gratulálok ehhez. Azt hiszem, hogy szép siker ez az intézmény részére is. Nagyon szépen köszönjük a gratulációt, igen, és ahogy ez az előbbi riportban már elhangzott, nem első alkalommal érte el ezt az eredményt a Karcagi Kátai Gábor Kórház szülészetnőgyógyászati osztálya és újszülött részlege. Én úgy gondolom, hogy ez a kitartó munka eredménye, és azért ez a megbecsülés és ez a szavazási eredmény azt is mutatja, hogy ez nem egy-egy időszaknak az eredménye, hanem ez folyamatosan fennáll ebben az intézményben. A kollégáknak ezúton is én is nagyon szépen megköszönöm az eddigi munkájukat, és a továbbiakhoz is nagyon sok sikert kívánok részükre is, és jó magam részére is. Én pedig azt kívánom, hogy más osztályokon is számolhassunk be hasonló eredményekről, és sok-sok ilyen elismerést kívánunk még a kórháznak. Nagyon szépen köszönöm.